Sárospatak, Szent Erzsébet szülővárosa idén is különleges egyházi és kulturális programokkal emlékezett legnevesebb szülöttére. A mára már hagyománnyá vált felvonulás előtt a vásári sokadalom látvány és élményvilága fogadta a látogatókat. A középkort idéző étel és italkínálat mellett kézműves kirakodóvásár, régi mesterségek, zenészek, táncosok, komédiások, lovagok gondoskodtak a jó hangulatról. Az ország számos pontjáról érkeztek érdeklődők, akik a Szent Erzsébet életét bemutató kosztümös előadásra voltak kíváncsiak. A történelmi menet hagyományos módon a sárospataki várból indult és a bazilika előtt fejeződött be. Szent Erzsébet életének négy fontos mozzanatát mutatjuk be a sárospatakra érkezőknek. Az első jelenet a Rákóczi vár bejáratánál azt meséli el, amikor Erzsébetet 4 éves korában eljegyzik a türingiai őrgróf fiának, Lajosnak, és elviszik Türingiába. Ennek jövőre fogjuk ünnepelni a 800. évfordulóját. Ez az első jelenet. A második jelenet a művelődés háza előtt az a pillanat, amikor a boldog házasságban élő Erzsébet, aki a harmadik gyermekét várja, búcsúzik férjétől, aki a keresztes hadjáratba indul, és érzi Erzsébet, hogy már nem fogja többé látni a férjét, hogy ez egy végső búcsúzás. A harmadik jelenet a Hilt téren, amikor Erzsébet megkapja férje halálhírét, és elhagyja a Warburgi várat és a szegények szolgálatának szenteli az életét. Leveszi a királyi palástot és egy daróc ruhát ölt magára, hogy élete utolsó 4 évében a Marburgban épült ispotályban a betegeket, zarándokokat szolgálja, ápolja. És a negyedik jelenet a sárospataki bazilikánál zajlik. Ez a szentélyavatási búla alapján meséli el Erzsébet szentélyavatásának a történetét. Akár a jeleneteket tekintve, akár a helyszíneket, mennyiben más az idei rendezvény, mint a tavalyi? Vagy az előzőekhez képest más-e egyáltalán? Egy apró mozzanatokban mindig más, hiszen egy-egy szereplő kicserélődik, de az egész a történetnek a váza, maga a történet lényege az változatlan. A pünkösdi ünnep számunkra olyan, mint mondjuk egy karácsonyi betlehemes játék, vagy egy húsvéti passió, aminek a története nem változik, minden évben ugyanaz. Ugyanaz, mégsem unjuk meg, hogy karácsony van, hogy húsvét van, és ugyanazt a történetet éljük végig, gondoljuk végig. Pünköskor sárospatakon Szent Erzsébet életét gondoljuk végig. És az utolsó jelenet a bazilikánál azért is nagyon fontos, mert ebben a jelenetben találkozik a pünkösd és Szent Erzsébet élete, hiszen pünköskor avatták szenté, és a galambok felrepülése jelzi a Szentléleknek a jelenlétét, hogy a pünkösd Szentlélek leszállásának az ünnepe. Bár az ünnepet megelőző rossz időjárás miatt néhány program elmaradt, ez nem csökkentette a rendezvény színvonalát és a látogatók számát sem. Az elmúlt heteknek a rossz időjárása, az esőzés arra kényszerített bennünket, hogy a megszokott helyszínről, a vízikapu előtti hatalmas nagy füves térről átköltözünk a Szent Erzsébet utcába, ami egy szűkebb rendezvénytér, így a nagy lovas programokat, hadibemutatókat kénytelenek voltunk lemondani, hiszen a Bodrog kiárat, hogy azokat a területeket nem tudjuk használni. És a délelőtt az mindig egy picit kevesebb ember van, hiszen a vasárnap délelőtt az általában otthon telik, és déltől telik meg a vásár területe. Most is azt látom, hogy a csúcspontja az egész napnak a történelmi kosztümös felvonulás, amire rengetegen kijöttek. Nem tudom megítélni, holnap már fogom tudni, hogy körülbelül hányan jöttek el. Azt látom, hogy tele van a Szent Erzsébet utca, az emberek jól érzik magukat, és ez nekünk nagyon fontos, hiszen Erzsébet üzenete, hogy adjunk örömet az embereknek, ami azt hiszem mindenkinek lehet egy közös feladata. Telenkóné Szabó Irén arról is beszámolt, hogy a rendezvényre való felkészülés mennyi időt vett igénybe. Egy hónappal előtte kezdjük. Tulajdonképpen az egésznek a forgatókönyve, ez már ismert, és tudjuk, hogy milyen feladatok várnak. Húsvét után kezdjük el az előkészületi munkálatokat konkrétan, de hát a pályázati munka, pályázati írás, ez már egy évvel előtte elkezdődik, hogy az anyagi fedezetet előteremtsük, de a konkrét gyakorlati felkészülés húsvét után kezdődik el. A felvonulásra
egy héttel előtte osztjuk a ruhákat, van egy főpróba, és ez van nagyon sok improvizatív elem benne a sok kötött szöveg és mozgás mellett. Ez a ruhatár, amit itt láthatunk az idén, ez 1996 óta gyűlt össze a társaságunkba. Vannak szponzoraink, a társaságunknak egy Németországban élő tagja, Szatmári Király Hanna rendszeresen hoz nekünk ruhákat, textileket. Van két társasági tagunk is, Sólyomenékő, Rádai Katalin, akik varnak ruhákat. És az elmúlt 5 évben sikerült pályázati pénzből is vásárolnunk anyagokat és varratni ruhákat, tehát minden évben bővítjük 5-10 darab ruhával a ruhatárunkat. Sajnos a férfiak jelenlétét hiányoljuk, és a katonaruhákat, ezt még nem sikerült beszereznünk, de hogyha itt Sárospatakon alakulna egy igaz ilyen jó kis haditorna klub, akkor együtt tudnánk működni abban, hogy a hadiruhákat is valahogy beszerezzük. Ez talán, ami még hiányzik, egyébként pedig tényleg egy 14-15 éves munkának az eredménye ez a mostani ruhatár. A kosztümös menet előtt pedig kézművesek, kávárok, kosárkészítők és más mesteremberek kirakodó vásárral várták a látogatókat. A jó hangulatról pedig zenészek, táncosok és komédiások gondoskodtak. A tánckultúrában igyekszünk megidézni egy kicsit azt a hangulatot, ami a középkori táncmulatságoknak a hangulata lehetett. Ebben mi magyarok szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a magyar néptánc kultúrában megőrződtek olyan elemek, amelyek középkori gyökerűek, és az az igazság, hogy mi ebből indulunk ki, tehát nem középkori leírásokból, hanem inkább abból például a moldvai tánckultúrából, a moldvai tánckultúrának a középkori rétegéből, ami a mi saját jelenlegi néptánckincsünk, de hangulatában is, mozgáskultúrájában is, formájában is, a lánctáncok, körtáncok formájában mindenképpen középkori eredetre utalnak. Most a Nőrablás Vitézi címért című darabunkat adtuk elő. Tulajdonképpen egy ilyen sok klasszikus történet egybemosása van ebben, a Robin Hoodtól kezdve tényleg az összes klasszikus középkori történetig minden. Lényege ugye következő volt, adott a hölgy, akit elrablunk, de jól bánunk vele, és a végén vitézé válunk a hölgy urának szolgálatában. Szeretném bemutatni az egér parádét, avagy apróléptű cirkuszi próbálkozásokat kicsinyeknek és nagyobb bacskáknak, gyermekeknek és gyermekedlelki felnőtteknek. A gyerekekről sem feledkeztek meg a szervezők. Őket egérparádé és kézműves foglalkozás várta. Igyekszünk, hogy azt a kort valahogy visszaidézzük a gyerekekkel, olyan tárgyakat igyekszünk készíteni, fakardot, fapajzsot, illetve a lányoknak kis pártát, ilyen ékszereket, gyöngyből, posztókból és ilyen természetesebb anyagokból. Ugye, mint minden játékot ott lehet komolyan űzni és komolyan venni. Ezek is olyan dolgok, amikkel a gyerek komoly dolgokat el tud utánozni, szerepeket tud ugye játszani. Tehát ők elvihetik, és akkor használhatják. A résztvevők és a látogatók egyaránt elégedettek voltak a program kínálattal. Nagyon színvonalasnak tartom, mert évek óta visszajárunk, szereplőként is, bár az éven nem sikerült fellépni, mert az eső miatt visszamondták, hogy a helyszín változott. Tényleg minden éven itt vagyunk. Most érkeztünk nemrég, a báb előadást néztük meg a gyerekekkel, úgyhogy még most nézünk szét a vásár területén. Azok tehát, akik pünkösd vasárnap Sárospatakra látogattak, a Szent Erzsébet ünnep keretén belül egy történelmi kornak és egy történetnek is a részeseivé váltak.